Szerintem 3 gyertya pontosan elég. Elkészült a mama tortája. Hurrá! Akkor most gyorsan díszítsük fel a nappalit. Szia, mama! Ó, itt vagytok. Már kezdtem unatkozni. Mama, nincs kedved sétálni egyet a kertben? Van más választásom? Nincs. Szia, mama! Kellemes sétát! Majd hívlak, ha megint hazajöhetsz. Elfelejtettem, milyen szülinaposnak lenni. Papa Malac, Peppa és Zsoli feldíszíti a nappalit. De vicces! Nagyapi és nagymami is átjön felköszönteni a mamát. Boldog szülinapot, mama Malac! Nincs kedved bejönni? Ó, még nem lehet. Papa, Peppa és Zsoli valami meglepetést készít elő. De kedvesek. Akkor később. Szia! Mama, most már bejöhetsz, ha van kedved? Szívesen. Csukd be a szemed. Még ne nyisd ki a szemed, mama. 1, 2, 3, kinyithatod! Boldog szülinapot, mama Malac! Micsoda meglepetés! Fújd el a gyertyákat! Kívánj valamit! Mama, bontsd ki a dobozt, találd ki, mi van benne! Fogalmam sincs! Nyisd ki és nézd meg! Egy gyönyörű új ruha! Zsoli, harmonikázni 100-szor, sőt 1000-szer olyan nehéz, mint dobolni. Rendben, Zsoli. Talán Zsolinak még nőnie kell a harmonikához. Papa, milyen hangszer van még a dobozban? Csak ez a kürt. Kipróbálom. Nagyon erősen kell ám fújni. Nem egészen így. Ez lehetetlen. Valaha tudtam játszani rajta. Ez sem volt jobb az előzőnél. Talán egy olyan nagy kövér disznó, mint jó magam. Ugyanolyan rossz, mint az előzőek. Peppának igaza van. Nem tudunk játszani rajta. Semmi baj, Papa Malac. Inkább játsz a harmonikán. Az annyira jól megy neked. Ebben valóban nagyon ügyes vagyok. Főleg, ha te mondod. Majd kísérlek a hegedűn. Én meg majd dobolok. Mama Malac hegedül. Papa harmonikázik. Peppa meg dobol. De milyen hangszeren játszik Zsoli? Zsolinál megszólalt a kürt. Mama sem tudott rajta játszani. Papa sem tudott rajta játszani. Még nálam sem szólalt meg. De Zsolinak sikerült. Peppa, Zsoli, nem láttátok a papa szemüvegét? Már egy ideje keressük. Nem, mama. Peppa és Zsoli nem tudja, hol lehet a papa szemüvege. A csodába. Papa nem lát jól szemüveg nélkül, és ettől elég morcos lesz. A szemüvege nélkül papa újságot sem tud olvasni. Ez nevetséges. Nem látok semmit. Valaki biztosan eldugta a szemüvegem. Emlékszel utoljára, hol viselted, papa? Ha nincs rajtam, mindig a zsebembe rakom. De most nincs ott. Papa, mi is segíthetünk a keresésben. Jó ötlet, Peppa. Ha megtalálod, papa Malac sem lesz ilyen morcos. Nem is vagyok morcos.
Peppa és Zsoli keresni kezdi a papa szemüvegét. Peppa megnézi az újság alatt, de a papa szemüvege nincs ott. Oh. Zsoli megnézi a televízión, de a papa szemüvege ott sincs. Oh. Menjünk fel, nézzük meg a papáék hálójában. Peppa és Zsoli körülnéz a szülők hálószobájában. Zsoli, vigyázz, nehogy tönkre tegyél ám valamit. Oh! Ez nem is vicces. Peppa benéz a párna alá, de a papa szemüvege nincs ott. Oh. Zsoli megnézi a papa papucsában, de az a fránya szemüveg ott sincs.